Sziasztok! Ma hétfő van, 16-a talán, és az STK-ba voltam, ilyen kezelésen, fizikoterápián a nyakammal, úgyhogy most már jövök hazafele. Nagyon szürke, esős, szomorú idő van. Úgyhogy igazi fekvős, olvasós, hát aki megteheti. Ma már azért aktív voltam, annak ellenére, hogy későn indultam most el, mert most már dél van. Hajnalban, nem tudtam aludni, sütöttem egy ilyen szilvás kevert sütit, tehát ilyen szilvás fahéjas szilvás kevert sütit a fiamnak. Aztán most mielőtt eljöttem, volt 1/2 kiló darált húsom, és oda tettem egy paradicsomos húsgombócot. Úgyhogy az lesz ma a hami. És még azon gondolkodok, hogy nem biztos, de lehet, hogy leszedem a karácsonyfát, majd meglátom, mert délután megyek dolgozni, lehet, hogy inkább nem csinálok semmit, hanem hamizok és pihizek. Sziasztok! Ma január 17-e van. Reggel 9:30 körülbelül, és gyönyörű napsütéses idő van. Újpesten járok. STK-ba voltam fizikoterápián a kezelésen, aztán meg eljöttem a bankba, mert lejár a bankkártyám, és újat kellett csináltatni. Rákos Palota, Újpest, vasútállomás, ez egy gyönyörű épület, már felújíthatnánk, belülről egy katasztrófa. És itt a villamos megállom. Na sziasztok, hazaértem a Spárból, vettem 2-3 darabot, mutatom is nektek, hogy mit vettem. Tehát ezeket vettem ma a Spárba. Azt mondja, vettem 2 sajttal megszórt pogácsát, 179 forint volt darabja. Akkor túros táskát vettem 2-t, 249 forint volt darabja. Akkor vettem ezt a gyönyörű nagy púré hagymát, tényleg nagyon szép. Isteni illata van, 399 forint volt. Akkor banánt vettem, ezt a 4 darabot. A banánnak kilója 698 forint volt, ez 69 deka, 475 forint. És narancsot vettem. A narancsnak kilója 349 forint most a Spárban. Isteni illata van, nagyon-nagyon finom narancs. Hát talán 3 napja van most ez a fajta a Spárba ömlesztve, vagy inkább már 4 napja, úgyhogy azóta állandóan veszem. Nagyon-nagyon finom, nagyon-nagyon lédús, nagyon-nagyon illatos, úgyhogy ha szeretitek a narancsot, irány a Spár, 349 forint kilója, ez 1 kiló 80 deka volt, 629 forint.
És akkor, amit még vettem a spárba, ez a paradicsom sürítmény. Ez 850 forint volt, és vettem ezt a 2,8%-os zsírtartalmú UHT tejet. Ennek litere 225 forint volt. Úgyhogy ezeket vásároltam a spárban. És még egyszer mondom, hogy a narancs most isteni finom. Sziasztok! Szép hétvégét mindenkinek! Ma január 21-e van, szombat. Nagyon csúnya idő van kint, szürke esik legalábbis itt nálunk. Úgyhogy még sétálni sem nagyon tudok lemenni. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy sütök egy kis fánkót. Egyébként is a héten már megígértem a fiamnak, és ma reggel úgy jött haza, hogy úgy jött be az ajtón, szia, ma sütsz fánkót? Úgyhogy, na mindegy. Úgyhogy akkor most neki is állok a beígért fánknak. Sütőbe sütöm olaj nélkül. Egyébként ez a receptem, ez fönt van az oldalamon, körülbelül 2 éve tettem föl, úgyhogy most ezt fogom megsütni, mert kikészítettem a hozzávalókat, azért mutatom. Használok hozzá körülbelül 3 deci tejet, a 3 deciből egy nagyon picit el fogok használni az élesztő felfuttatásához. Akkor fogok használni 2,5 deka élesztőt, tehát egy ilyen élesztőnek a felét. Porcukrot használok hozzá, egy olyan 2 evőkanálnyit összesen. Akkor egy csipet só fog belekelleni, teszek a tésztába egy kis rómaromát, ez nem kötelező, ahol nincs gyerek és van róm, azzal még finomabb. Akkor kikészítettem finom lisztet, 50 dekát használok ehhez az adaghoz, amit sütök. Teavajat, egy 5 dekásat, és szerintem mindent elmondtam, 3 tojás sárgája fog kelleni bele. És akkor mindjárt elkészítem az élesztőt, felfuttatom, tehát a fele élesztő, egy csipet cukor és egy pici tej. Ezt felfuttatom, és utána a lisztbe beleteszek mindent. A vajat azt dagasztás közben apránként adagolom az olvasztott vajat a tésztához. Neki is kezdek. Akkor neki is kezdek, és mutatom nektek az arcomat. Nem fogjátok látni, mert ugye nem, nincs olyan állványom. Na, akkor mutatom is, hát, ha érdekel valakit. Jó, tehát akkor ugye itt vannak a hozzávalók. Kiöntöttem, kimértem 3 deci tejet. Itt a vaj. 5 deka vajat használok. Hát most ezt 12 deka nem fogom elővenni a mérleget. Körülbelül a felét. Ezt mikróba megolvasztom. Jó. És akkor egy bögrébe fogom tenni egy pici tejet. Jó, mondjuk ennyi elég. És akkor a fele élesztőt. És egy fél mokkás kanálnyi cukrot. Én a porcukorból teszek bele. Azt használom a tésztához is. Úgyhogy megy egy cukor, és akkor 2,5 deka élesztő. Ezt belemorzsolom a pohárba.
Jó. És felfuttatom. Ez felfut magától egy-két perc alatt. Jó, addig félreteszem. És akkor fogom a tálat, amiben ki fogom dagasztani. És akkor 50 deka lisztet használok, én ezt átszitálom. Nem kötelező, én szeretem átszitálni a fánkhoz legalábbis. A kis 1000 éves szűrőmmel, nem tudom, hogy ez több mint 30 éve vettem. Jó, akkor 3 tojást fogok, és felütöm, ugye csak a sárgájára lesz szükségem. Jó, 1. És 3. Jó, akkor jön bele egy csipet só. Ennyit teszek bele. Két evőkanál cukor, én porcukrot használok. És rómaromát teszek bele egy picit. Aki nem szereti az aromát, egyébként másba én se szeretem, egyedül a fánkba. Teszek egy kicsit. Jó. Belement a rómaroma. Ez az egy aroma, amit el tudok viselni. Jó. Só, cukor. És akkor hozom a vajat. Jó, a vajat mikróba felolvasztottam, hát ez egy 15 másodperc volt, és akkor itt kicsit összepakolok, mert még az élesztő nem futott fel teljesen. Na, hát felfutott az élesztő habosra, úgyhogy teszem bele a lisztbe. Jó, és akkor a tejnek a felét, hát egy, látjátok, egy ilyen ennyit, egy fél decit hagytam meg, a többi most már benne van, egy 2,5 deci, és akkor most ezzel a géppel kidagasztom, nem a kezemmel fogom, mert ezt azért alaposan kell, és minek szenvedjek, hogyha... Jó, úgyhogy kidagasztom, azt nem mutatom nektek, mert hangos, és utána folytatjuk. Ja, és akkor amit nem mondtam, ugye itt az olvasztott vaj, ezt már mutattam, most beleteszek egy picit, és dagasztás közben fokozatosan adom hozzá a vajat. Jó, itt van a kidagasztott tészta. Áttettem ebbe a tálba, egy picit kivajasztam ugye az olvasztott vajat, kitöröltem egy papírtörlővel, és azzal kivajasztam a tálat, úgyhogy itt van a tészta, azzal a géppel dagasztottam ki, megmondom őszintén, hogy nem úgy nézek ki, mint aki gyenge, de semmi erőm, és főleg a szagyakaromban,
úgyhogy meg se próbálom kézzel, mert azért a fánkot, meg a kalácstésztát nagyon ki kell dagasztani. Úgyhogy most letakarom egy konyharuhával, és ezt duplájára fogom most keleszteni. Nem tudom, mennyi idő alatt jön össze, hát szerintem egy ilyen 30-40 perc, és utána kiöntöm a deszkára, vagy amin nyújtom, kézzel kinyújtom, kiformázom egy pohárral, nincs fánkszaggatom, és utána még hagyom egy olyan 30 percet kiszaggatva kelni, és aztán megy a sütőbe. Akkor most elmegyek, iszom egy kávét, és akkor jelentkezem. Na, közben bejöttem a szobába, és leültem a kávémmal, amíg kell a fánk tészta, addig megkávézok, és kicsit nézem a YouTube-ot, mert hát ez az idő ilyen legjobb így a lazulásra, illetve a fánksütésre is kiváló. Csak annyit akartam mondani, hogy most azért tettem föl kevés videót, mert ugye azt már mondtam nektek talán az előző videóban, hogy beteg voltam. Most már jól vagyok. Milyen influenza-szerű, vagy én nem tudom, Covid, vagy mi volt. Tényleg nem tudom, hogy mi volt. Nagyon beteg voltam. De jól vagyok, úgyhogy dolgozom is. Csak nem igen van időm semmire, tehát semmi olyanra nincs időm, amit nektek érdemes lenne felvennem és megmutatnom, mert nem voltam úgy sehol az elmúlt héten. Délelőtt ugye járok kezelésekre, ilyen fizikoterápiára a nyakammal, hát ennyi meg. Benézek a boltba, veszek egy-két dolgot, de hát azt se veszem föl minden nap, mert most nem fogom ugyanazt mutatni, hogy a fiamnak veszek két péksüteményt. Na. Szóval ennek nem sok értelme, és utána meg jövök haza, hogy egy picit ugye rendbe kapjam a lakást, a szokásos, ugye, amit mindenkinek meg kell csinálni, aztán délután meg 4-kor megyek dolgozni, és így nincs időm semmire. De a munkát következő hét pénteken befejezem, tehát még januárban, január végén, azt hiszem 27-e lesz pénteken, és akkor onnantól kezdve már több időm lesz magamra is, illetve rátok, és már tényleg nagyon várom, hogy kicsit mehessek kirándulni, nézelődni, barátnőzni, meg hogy magammal is foglalkozzak. Na, itt vagyok, lejárt az idő, hát illetve 35 perc alatt meg kell duplájára. Úgyhogy elő is vettem a deszkát, illetve tepsibe tettem sütőpapírt, és el is kezdem, itt van liszt, erre fogom kiborítani a tésztát, fogok egy poharat, ezzel fogom kiszaggatni, és akkor azt a de jó a tésztája. Hú, nagyon klassz. Remélem jól látni. De. És olyan finom illata van, de komolyan. Na jó, kezdjünk neki. És belisztezem az ujjamat, és az ujjammal lapogatom szét egy ilyen egy centisre, jó egy centisre. És akkor kiszaggatom.
és teszem a tepsibe, és ott hagyom még kelni egy kicsit, egy olyan, hát, egy 15 percet, több nem kell neki. Na, ez szerintem egy ilyen jó egy centis, és akkor kezdjük el. És volt a liszta. Hát, ennyi. Úgyhogy megy a tepsibe az első. Hát ilyen 2 centire fogom egymástól tenni, max összeér, nem gond, a fiam fogja enni. Meg majd anyukámnak viszek föl belőle pár darabot. Hú, nagyon jó a tésztája, és isteni, így is finom az illata. Lehet, hogy nagyobb helyet kéne hagyni. Kicsit. Jó, és akkor letakarva fogom hagyni még kelesztődni egy 15 percet, és utána megy az előmelegített sütőbe, ilyen 170 fokon alsó-felső sütésen sütöm, szerintem körülbelül egy olyan 20 percig. De hát úgyis ránézek 20 percnél. Na, ez már most elkezdett kelni. Nem tud beleférni, nem akarom 2 tepsibe. Kicsit. Jó, itt van, akkor az utolsó tésztát is betettem ide közé, úgyhogy itt elég szűk a hely. Ez valószínűleg össze fog érni, ez az utolsó nem lett olyan szép, ez a maradék tészta, mindegy. És akkor 13 darab, ajaj, 4x3, 12, meg a mindegy. Most nekünk a szerencseszámnak kell lenni. És akkor most letakarom, és 15 percet hagyom még így kelni, és utána megy a sütőbe. Na, leszettem róla a konyharuhát, úgyhogy 16 percig kelesztettem itt a tepsin, úgyhogy most egy kis pici lukakat fogok a közepébe nyomni. Na, és az aromás üveget lefolpakoztam, és azzal nyomtam, mert egyszerűbbnek találtam, mint az ujjammal, de szerintem fogok egy másik tepsit, átpakolom a felét, mert össze fog ragadni, és utána megy a sütőbe. Jó, át is pakoltam, és akkor most megy a 170 fokra előmelegített sütőbe, és 170 fokon fogom sütni 20 percig. 20 percnél megnézem, az körülbelül jó is lesz. Na, be is tettem a sütőbe. Remélem, finom lesz. Hát utoljára rég sütöttem, több mint másfél éve. De eddig, amikor sütöttem, 2-szer, mind a 2-szer nagyon fincsi lett, úgyhogy látványra nem volt gyönyörű, de nem olyan, mint az olajba sütött látványra, legyünk őszinték, olajba sütött szalagos fánk. De ízre szerintem van olyan finom, úgyhogy majd kiderül 20 perc múlva, megmondom. Egyébként ne nevessetek ki, de most kíváncsiságból megmértem a pohárnak az átmérőjét. 8 centis pohárral szaggattam ki, így lett a fél kiló lisztből 13 darab fánk. Szerintem kisebb átmérőjű pohárral vagy fánkszaggatóval elég lenne, úgyhogy legközelebb 6 centissel fogom. Hát végül is poharak vannak itt, hol lehet válogatni. Hú, meg is sültek, éppen elkaptam
18 percig volt benne, mindegy. Úgyhogy 15 percnél nézzetek rá. Nem tudom, most úgy látszik jobban süt a sütőn, vagy... Na mindegy, úgyhogy tűzforró, most betettem a másik adagot, kicsit kihűl, és akkor ketté tépek egyet, és meg is fogom kóstolni, meg megmutatom a tésztát belül, úgyhogy csak tűzforró. Egyébként hatalmasak, úgyhogy elég egy 6 centi, 5-6 centi átmérőjű pohárral, vagy fánkszaggatóval kiszaggatni. Állagra így nagyon jók, de majd kiderül az íze, meg a tészta. Na, egyet elveszek, és széttépem még forró. Tányért, gyönyörű a tésztája, gyönyörű. Tűzforró, hol egy tányér. Nagyon-nagyon szép a tésztája, úgyhogy mindjárt megkóstolom. Nem volt egy nagy kóstoló. Fincsi, finom. Nem olyan, mint a olajba sült, hát ugye hiányzik az olaj íz, vagy tehát az a zsírosság. A zsírosság az nincs, azt ne keressétek. Egyébként, ha egy finom, jó állagú olajmentes fánkot akartok, akkor merem ajánlani. Úgyhogy nagyon finom a tésztája, mindjárt leveszek egy kis zsemet hozzá. Kis cukormentes erdei vegyes gyümölcs. Ezt a gyerekeim hozták nekem múlt Komajorkáról, mert ez ott a kedvenc csemem. Na, lássuk. Isteni. Na, így most már fánk dzsemmel együtt. Nagyon finom. Úgyhogy merem ajánlani, és gyönyörű a tésztája. Gyönyörű. Úgyhogy, ha valamelyik kötők egészséges fánkot akar, nem azt a zsírosat, akkor szeretettel ajánlom. És tényleg nem nagy munka megsütni, abszolút nem fárasztó. Úgyhogy, hát csak inkább idő a kelesztések, ugye kétszer várni kell. Ugye nekem a két kelesztés volt 45-50 perc a kettő együtt, úgyhogy először fél óra, aztán meg 15 perc. Úgyhogy leszámítva, hogy fehér lisztből van, azért ezzel jobban lehet bűnözni, mint egy olajban sült szalagos fánkkal, de aki azt akarja, tehát az a olajos, zsíros tésztát, az ne süsse ezt, mert akkor csalódni fog. Egyébként isteni finom. Egyébként megfejtettem, megettem az egészet. Nagyon jó volt így a dzsemmel. Ugyanígy olaj nélkül sütve, mint egy nagyon-nagyon finom kalács. Úgyhogy most lehet, hogy hülyén hangzik, de merem azt mondani, hogy mintha egy kalács és egy fánk keveréke lenne.